Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ugye január közepe van, kint még nem szabad csinálni semmit, hiába van délen, meg jó idő, most még türelem, türelem, nem kell csinálni semmit, nyilván lehet egy kicsit járkálni, a kertben nézelődni, majd tervezgetni, de most még nem szabad hozzányúlni semmihez, kifejezetten klematiszokat, hortenziákat, rózsákat tilos metzeni. esetleg a látszáró évelőknek lehet visszavágni, a föld feletti részeit, úgy összeaprítani, vagy a mulcsra, vagy a komposztra mehet, vagy mulcsként mehet az ágyásra, szépen rá, hogy én is csinálom, és ott komposztálódik majd. Na, de mégis van azért egy kis teendő, aki kertészkedni szeretné, hiszen az egyik legnépszerűbb növény, a lepkeorhidea, a phalaenopsis, és nem véletlenül, hiszen nagyon könnyű megtartani, és nálam is itt az ablakban ezek 5-6 éve itt vannak, és folyamatosan virágoznak, és nagyon-nagyon kevés munkát ad akkor sorba venném, hogy mik is azok a teendők, hogy tényleg éveken át folyamatosan virágozzanak. Az egyik, a legfontosabb a megfelelő hely kiválasztása. Ezért nekem az az észak-keleti ablak sor, tehát így észak-kelet felé néz így a néznek ezek az ablakok, ez a legideálisabb. Tehát déli ablakba semmiképpen ne tegyétek, déli vagy délnyugatiban, mert egész nap tűz a nap, pláne nyáron nagyon-nagyon fölmelegszik, még az üvegen át is meg tudja égetni a leveleit. ők fán, fák környezetében, a fák között összegyűlő lehullott levelek korhadékában élnek az eredeti élőhelyükön, tehát ott sem a tűző napon vannak, úgyhogy ezt kell nekik biztosítani, de világos kell nekik, tehát sötétben ismét nem fognak világozni, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy hova kerülnek. A másik fontos, hogy megfelelően erős növényt vásároljatok. Itt is látszik, mondjuk ezen, hogy legalább 4-6 erős levele van. Tehát ha vásároltok is virágboltba, amikor csak így ilyen barkácsáróház, itt ott lehet lenni, két kicsike levél föl van virágoztatva, az annyira gyenge, hogy nem fog tudni újra virágozni. Tehát legalább egy ilyen jó 4-6 leveles állapotta legyen a orhidának, akkor elég erős, vagy akár ezen is nagyon jól látszik. Hát itt ki tudom venni, de megmutatom, hogy igen, tényleg ilyen 4-6, úgy összenőttek már itt a virágok. 2, 4, 6, 8 színben, 4 színben 8 levél pár van, tehát ez jó erős. És itt is látszik, hogy gyönyörűen hozza már az új bimbót, tehát valami éppen elvirágzik, de hozza is az új bimbóját. Ugye ez jelenti, hogy ha jó erőstő van, akkor az biztos, hogy tud kinevelni új virágokat. Ami még fontos, hogy virágzás után, sőt, itt egy jó példa is volt rá, mikor elnyílik a, a virága, mondjuk itt lehet látni, itt volt az első virágszára, ezzel jött, és az elnyílt, itt visszametsettem, és onnan elágazott és szépen hozott még egy virágszárat. De itt is a jó példára, ugyanígy virágszár, visszavágtam, és elágazott, és újra virágzott. De hogy ezt meg is mutassam, hogy hogyan kell, mindjárt keresek egy elnyíltat, na mondjuk itt van, hát itt egy kicsit lusta voltam a karácsony miatt, itt is látszik, hogy amíg elkezdett visszaszáradni, eddig kell visszavágni, és már itt magától el is ágazott, ami pedig itt teljesen elszállt, hát ez már úgy látszik, hogy barna, tehát amilyen zöld, az még valószínű, sőt, nagyon valószínű, kihoz új virágot, de amíg elszállat, az már biztos, hogy nem fog virágot hozni, úgyhogy az tőből érdemes kivágni. Hogy így. Tehát nagyon fontos a helyszín megválasztás, összefoglalva, hogy a keleti ablakba, a legjobb észak-keleti keleti ablakba. Fontos, hogy erős tövet vásároljatok, megbízható helyről. Valamint nagyon fontos, hogy virágzás után visszavágni a fő hajtást, az első erős rücspárig, vagy ha teljesen elszállat, akkor tövig. Valamint, amit gyakran elrontanak a tulajdonosok, hogy vannak ezek a léggyökerei, talán itt ezen meg tudom mutatni, ezek olyanok, mintha ilyen elszállat virág szárak lennének, de nagyon nem azok, ezek nagyon fontos léggyökerei, amikor nincsenek elszáradva ilyen vastag, merev, húsos, kicsit ilyen szöszös gyökerek ezek, és ezek a léggyökerek a levögő páratartalmát is hasznosítják, tehát ezeket tilos eltávolítani, mert ezek gyengítik a növényt, ha azt valaki levágja, úgy itt tényleg megfúg, csúnya rajta, ez nagyon-nagyon fontos, ezt nem szabad levágni, csak akkor, hogyha elszáradtak ezek a gyökerek. Szerencsére nálam most nincs ilyen elszáradt gyökér, itt jól érzik magukat, és a gyakori hiba még, hogy azt gondolja valaki, hogy trópusi növény, és akkor minden nap öntözi, meg túl melegbe teszi. Ezek azért ilyen 18-20, max. 22 fokban, de akkor nagyon csökken a levegő páratartalma, tehát a 20 fok van a legjobb nekik. 20 fok környékén, és azért ne legyen nagyon száraz a levegő. Tehát a hőmérsékletbe ezt kell betartani, tehát túl melegbe semmiképpen nem jó, meg az most már drága is illetve az öntözés is fontos, hiszen hiába trópusé, azért a mi szobába tartott falenopsziszaink semmiképpen nem szeretik a mindennapos öntözés, sőt, max. hetente egyszer érdemes, bár én ebbe is egy kicsit ilyen lusta és kertészkedés folytatok, amikor így eszembe jut, hogy fú, már régen, volt, régen volt beáztatva, megöntözve, akkor szépen átmegyek rajtuk. Néha egy évben egyszer lezuhanyoztatom őket, vagy ha esik az eső, és mondjuk jó idő van, tehát nem ilyenkor télen, akkor kiviszem őket, és szépen lemossa a portróluk. De a heti egy öntözés maximum elég. Lehet tápozni is, hiszen elég hamar kimerülnek ezek a kis korhadékba ültetett falanopszis, tehát ez a kis talaj. Bár ezt most megint be kell vallanom, hogy szerintem hát úgy két éve ezek nem kaptak tápot, de például a fekete nadájtővel meg lehetne öntözni őket, vagy akár ezt a kis orhidea tápot, vagy egy paradicsom tápot, tehát magas káliumdús táppal nyugodtan meg lehet őket tápozni, de az se gyakran, tehát maximum télen havonta, nyáron úgy két hetente lehet, de lényeg, hogy ne legyen túlöntözve, mert akkor elrohadnak a gyökerei. Gyakran kérdezik, hogy kell-e átlátszó cserébe, hát nekem sose volt, a virágbolda se volt soha átlátszó cserében, az a lényeg, hogy ezek a léggyökerei és a levele jó életerős legyen, és az ki lógjon a cseréből, kapjon fényt, de magán a cserépen keresztül nekem sosem, tehát sosem tartottam átlátszó kaspóban, és mégis gyönyörűek, de lehet abban is tartani természetesen, csak nekem az kevésbé tetszik. Úgyhogy igazából ilyen egyszerű megtartani a, a, a falenopsi és ha ezeket betartjátok, tényleg éveken át, mindig, amikor jöttök workshopokra, és kérdezitek, hogy most csak ilyen szép, de tényleg ez télen, tavasszal, nyára folyamatosan virágoznak itt, úgyhogy itt nagyon jól megtaláltam nekik a helyüket. még van egy típus, amit gyakran lehet vásárolni virágboltokban is, sőt vágott virágként is, ugye ezek a csónakorhideák, ezek a címbédiumok, egészen más a levelé, a hosszúkás, kardivirágszerű levelük van, és ez azért is tart, amit külön, mert ez nem itt van benne a lakásban, hanem kint a téli kertben, olyan 7-8 fokon van tartva, tehát nekik télen hűvös, majdnem, hogy azt mondom, hogy hideg helyen kell lenniük, ez indukálja a virágképződés, és ahogy majd hosszabbodnak a napok, és kicsit melegszik az idő, akkor robbannak a virágszárak. Itt látszanak a tavalyi virágszárak, és 1, 2, 3, 4 fűrbe hozta tavaly a virágokat. Úgyhogy remélem idén még szebb lesz. Ugye most már ezt ideje lesz majd átültetni, de, de még így biztosan virágozni fog, úgyhogy a cimbédiumok, csónakorhideák a télen hűvösbe, hidegbe kell tenni, a falonopsziszokat viszont nem szabad ők nekik ez a a legalacsonyabb talán ilyen 16 fok, az alá nem menjen semmiképpen, akkor megfáznak és nem virágoznak. Úgyhogy ez is hosszabb volt elmondani, mint amennyit valójában foglalkozom vele, de télen most maximum ennyi teendő van Velük. még esetleg az átültetést felejtettem el, azt most semmiképpen nem szabad. Ha valaki át szeretné ültetni, ugye a speciális orchidea földbe kell, tehát nem lehet általános virágföldbe, ez ilyen kérek szerű anyag, abba lehet átültetni, az elszáradt kis gyökereket levágni, de most télen ilyet nem szabad tenni, majd csak tavasszal vagy nyár folyamán lehet átültetni. Azt hiszem, mindent elmondtam, úgyhogy ez a lényeg, hogy most benti növényekkel lehet és szabad foglalkozni, kint most még semmi. Ja, igen, egy még fontos, hogy a teleltetésben lévő leandereket, örökzöld növényeket, akár citromfa, örökzöld agapantusz, vagy bármi ilyesmi, amit bent letelt garázsban, vagy téli kertben, vagy folyosón teleltettek, azt érdemes megöntözni havonta egyszer, hiszen ők örökzöldek, azért párologtatnak, úgyhogy nehogy az legyen, hogy kiszáradnak és azért pusztulnak el. Úgyhogy max ennyi teendő van most.